Szinte 100%-os a támogatási kifizetés. Június végére a gazdák többsége már megkapta a 2016. évi egységes kérelmekben igényelt összegeket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Emelik az összeget, 120 milliárd forinttal többet fordít az állam oktatásra a következő évben, mondta el Sipos Imre miniszteri biztos a Mesterpedagógusok 3. Sonkádi Szabad Egyetemén. Sok beteg várakozik, egyre több az ortopédiai protézis beültetések száma hazánkban is, hangzott el a Magyar Ortopédiai Társaság 60. jubileumi kongresszusán Nyíregyházán. Szinte 100%-os a támogatási kifizetés. Június végére a gazdák többsége már megkapta a 2016. évi egységes kérelmekben igényelt összegeket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A tavalyi évben 36 jogcímen lehetett pályázni. A Magyar Államkincstár eddig 411,4 milliárd forintot fizetett ki országszerte. 2017-ben összesen 5 millió hektár nagyságú területre nyújtottak be kérelmeket a gazdák. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mezőgazdasági térség, ezt az is igazolja, hogy minden jogcímen, amire pályázni lehetett, az országosan beadott támogatási kérelmek több mint negyede a megyéből érkezett 2016-ban, hangzott el a sajtótájékoztatón. Aktivitás szempontjából az elsők vagyunk. A területalapú támogatások vonatkozásában Bács-Kiskun megye előz meg minket, de csak pár száz fővel. Ott másodikok vagyunk, viszont a beruházásos jellegű pályázatok esetében a VP-t, tehát a vidékfejlesztési programnál ott viszont torony magasan elsők vagyunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy Szabolcs megyébe annyi pályázat érkezik be, mint Dunántúli 7-8 megyébe együttvéve. 2016-ban 36 jogcímen tudtak kérelmet benyújtani a gazdák, 2017-ben ez 41-re nőtt. Kibővült például az intenzív növénytermesztéssel és a tejágazat támogatásával. Az eddigi eredmények szerint 60%-kal csökkent a problémás kérelmek száma, ami sok esetben egy hiányzó aláírás vagy kihagyott jelölést jelentett. Az országos kifizetési számok is magasak, hiszen 99% előtt vannak már határidőt megelőzően is a kifizetések. Megyei szinten pedig azt kell mondom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye még az országos szint felett is áll. Országosan egyébként több mint 410 milliárd forintot érintő kifizetésről beszélünk, ez a megyében 31,8 milliárd forintot jelent, ami úgy gondolom nagyon magas szám, hiszen a megyénk egyébként valóban igazi agrárvidék, és az itt élő vállalkozások, agráriumban dolgozók pedig megérdemlik, hogy minél hamarabb jutottak hozzá, vagy jussanak hozzá forrásokhoz. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a 2017. évi benyújtott kérelmek száma meghaladta a 176 ezret, összesen 5 millió hektár nagyságú területre vonatkozóan. Ebből a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdák kérelmeinek száma több mint 22 ezer, amely mintegy 311 ezer hektár területet jelent. 120 milliárd forinttal többet fordít az állam oktatásra a következő évben, mondta el Sipos Imre miniszteri biztos a Mesterpedagógusok 3. Sonkádi Szabad Egyetemén. A többletforrásban a felsőoktatási intézmények kiadásai, a pedagógusok béremelése és a köznevelés infrastruktúrális fejlesztése is szerepel. A rendezvényen 400 pedagógus és iskolavezető találkozott, ahol szakmai kérdéseket is megvitattak. Folytatódik az életpálya modell a pedagógusoknál. Szeptemberben egy újabb 3,5%-os béremelésben részesülnek a köznevelésben dolgozó tanárok. A megkezdett előmeneteli rendszer biztosítására az anyagi fedezet adott a 2018-as költségvetésben, mondta el a miniszteri biztos a sajtótájékoztatón. Hozzátette azt is, hogy a felsőoktatásban növelik a kiadásokra és a kutatásokra fordítható keretet, a köznevelésben iskolafelújításra, bővítésre, tanúszodákra és digitális fejlesztésre az uniós támogatásokból jut. Közel 200 milliárd forint Európai Uniós fejlesztési forrást fogunk felhasználni a köznevelés fejlesztésére a következő években. Ezekből iskolák tudnak megújulni, tantermeket tudunk építeni. Itt egyszer egy 60 milliárdos és egyszer egy 30 milliárdos csomag áll rendelkezésre, amelyekből ezeket a fejlesztéseket meg tudjuk valósítani, illetve 45 milliárd forintnyi összeg fogja majd a digitális és
fejlesztéseket szolgálni. Ennek része a szélessávú internet biztosítása, a wifi ellátottság biztosítása az intézményekbe, pedagógusok, intézményvezetők számára eszközök biztosítása, az iskolák számára digitális taneszközök biztosítása, illetve a pedagógusok képzése. Nyilván arra az időszakra kell előkészülnünk, amikor a hagyományos tankönyveket, ha nem is teljes mértékben, de valamilyen formában már elkezdik felváltani, kiegészíteni a digitális taneszközök, a digitális tananyagok. A Szabad Egyetem lehetőséget nyújt a pedagógus szervezetek, az iskolaigazgatók és a tanárok közötti párbeszédre, az oktatásban fellelhető problémák megvitatására is. Ahol a vezető innovatív és tenni akaró, ott a kollégái ugyanilyenek lesznek, és nagyon szívesen állnak elé minden kihívásnak. Ahol esetleg egy kicsit visszahúzódóbb, vagy nem olyan innovatív a vezető, ott a pedagógusok is egy kicsit beleszürkülnek ebbe, és több esetben általában itt vannak a problémák. Az, hogy most egy rendszert hogyan fog ez működtetni, ez a probléma, vagy hogy fogják ezeket a konfliktusokat megoldani, kezelni, ez mindig az ottani helyi szintektől függ. Ezeket a problémákat nagyon szívesen hozzák ide, és teszik egymással közre. Ezáltal a problémákra van egy helyszíni megoldás. A felsőoktatásban a gazdaságtudományok után a pedagógus képzésre jelentkeztek a legtöbben. Ezen belül is az óvodapedagógus és tanítóképzés volt a legnépszerűbb az idén. A miniszteri biztos elmondta, a következő években a tanárképzés tartalma is korszerűsödhet, valamint a tanárok továbbképzési rendszerét is megújítják. Az új nemzeti alaptanterv tartalmi változtatásait fokozatosan vezetik majd be, de több kérdésről, mint például a 9 évfolyamos általános iskola bevezetéséről még nem született végleges döntés. Egyre több az ortopédiai protézis beültetések száma hazánkban is, hangzott el a Magyar Ortopédiai Társaság 60. jubileumi kongresszusán Nyíregyházán. Magyarországon a térd és csípő protézis műtétekre több mint 15 ezeren várnak, átlagosan 240 napot az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai szerint. Számos kiállító érkezett a Magyar Ortopédiai Társaság 60. jubileumi kongresszusára. Nyíregyháza már negyedik alkalommal ad helyszínt a többnapos rendezvénynek. Ebben az évben az egyik legaktuálisabb téma az endoprotetika, azaz a műizületek beültetése, hangzott el a rendezvény sajtótájékoztatóján. Az idei konferencia azért is kiemelten fontos a város számára, mert a Józsa András Oktatókórház ortopédiai osztálya 40 évvel ezelőtt vált külön a korábbi traumatológiai szakterülettől. Az elmúlt évtizedek alatt sokat fejlődött az osztály, jelenleg évente körülbelül 1500-1600 műtét zajlik Nyíregyházán. A 60-as, 70-es években inkább gyakoribbak voltak a gyerek ortopédiai beavatkozások a kor színvonalának megfelelően, majd a technikai fejlődés eredményeként a 80-as évek végétől Magyarországon robbanásszerűen beindult a protéziseknek a beültetése, így jelenleg is a mi osztályunk profiljának körülbelül 50%-át ezek a műtétek adják. Mindemellett sportsebészeti beavatkozásokat, idősebb betegek artroszkópusi műtéteit végezzük, általános ortopédiai beavatkozásokat és kissebészeti műtéteket. A számok évről évre fokozatosan nőnek, most már nem is olyan exponenciálisan, de mindig egy kis növekedés az látható. Hazánkban mintegy 10 000 tért protézis és mintegy 8 000 csípő protézis műtétre várnak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai szerint. Nyíregyházán körülbelül fél, maximum egy évet kell várni a műtétre, tette hozzá dr. Farkas Csaba osztályvezető főorvos. Az OEP várólistás adatai szerint egy csípő protézis műtétre átlagosan 209 napot várakoznak a betegek, amíg egy tért protézisre 263-at. Az átlag életkor növekszik a nyugati társadalmakba, meg most már a fejlődő társadalmakba is. Az idős emberek exponenciálisan kopnak, és ahogy egy életkor fölé kerül a populáció, abban a pillanatban egy hatalmas nagy igény jelentkezik arra, hogy ezeket a kopó ízületeket mi tudjuk gyógyítani. Most az a tapasztalat, hogy a térdízületi kopások nagyobb mértékben fordulnak elő, mint a csípőizületi kopások, ahogy az életkor nő. Az ellátás igen magas szinten van az országban mindenhol, tette hozzá dr. Tóth Kálmán. Az eszközellátás is jó irányba halad, de a humán erőforrás is kiemelkedő minőségű a hazai kórházakban.
A legfontosabb feladata az elvándorlás megállítása, ehhez pedig beruházásokra, munkahelyteremtésre van szükség az ország keleti szegletében, mondta a sajtótájékoztatóján Gyüre Csaba, a Jobbik országgyűlési képviselője. A politikus egyéni jelöltként indul Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3. számú választókerületében a 2018-as országgyűlési választásokon. Mint mondta, kormányra kerülése esetén a Jobbik mindent megtesz azért, hogy a megyében élők bére felzárkózzon az országos átlaghoz. Jelen pillanatban 85 ezer forinttal keresnek kevesebbet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek, mint az országos átlag. Ezen kell nagyon nagyot változtatni. A Jobbik politikája arról szól, illetve amennyiben megválasztásra kerülök a következő 4 évben, én legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy ez a vidék valóban egy iparilag, gazdaságilag nagy fejlődésen menjen keresztül, valóban legyen ennek látszata, és legalábbis próbáljuk meg megközelíteni az országos átlagot fizetésben. Baleset történt ma hajnalban Nyíregyházán a Bethlen Gábor utca Mező utcai csomópontban. Egy kis teherautó vezetője feltehetően figyelmen kívül hagyta a piros jelzőlámpát, behajtotta az útkereszteződésbe, ahol egy szabályosan közlekedő személygépkocsival ütközött. A vétlen jármű totálkárosra tört, személyi sérülés nem történt. Tisztelet és elismerés azoknak az orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak, akik itt maradtak, és hittel, szeretettel gyógyítanak, hangzott el a megyei Semmelweis napi ünnepségen. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Egy első, egy második és egy harmadik helyet szereztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kapusok a Szegeden megrendezett kapusháború elnevezésű versenyen. Az U14-es mezőnyben Talián László, a Bozsik Akadémia hálóőre végzett az élen. Bajnoki elődöntőt játszik a Nyíregyháza Tigers. A Divízió 2-ben eddig veretlen Tigrisek a döntőbe jutásért a Szekszárd Bad Bones ellen lépnek pályára. A mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Tiszavasvári úti pályán. Tisztelet és elismerés azoknak az orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak, akik itt maradtak, és hittel, szeretettel gyógyítanak. Köszönte meg a kórház orvosainak munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak főigazgatója, dr. Adorján Gusztáv, a megyei Semmelweis napi ünnepségen. A rendezvényen az elismerések mellett főorvosi és adjunktusi kinevezéseket is átadtak. 30 milliárdos beruházás valósult meg a megyei kórházban, amely nagymértékben javította a gyógyításhoz szükséges feltételeket, hangzott el a rendezvényen. Az elmúlt évek fejlesztései lehetővé tették, hogy az egészségügyi ellátás magasabb szintre emelkedjen a megye kórházaiban, mondta a főigazgató, aki hozzátette, a fejlesztések folytatódnak. Idén megépül a parkolóház, és a jövő héten a kórházi óvoda alapkövét is leteszik. Terveink között szerepel a gyermekgyógyászat és az újszülött ellátásnak a további korszerűsítése. Terveink között szerepel, amit már lehet hallani kormányzati szinten is, családbarát szülőszoba, családbarát szülészet. Ezen is gondolkodunk, hisz az ország legnagyobb születés számával rendelkező intézmény vagyunk, és ennek meg kell, hogy feleljünk. Ehhez természetesen a társszakmák is társulnak, hisz továbbfejlődési lehetőség van a sebészeti szakterületünkön, urológiai szakterületünkön. Új műszereket vásároltunk, és fogunk vásárolni is, amivel még jobbá tudjuk tenni a munkát, belgyógyászat, gasztroenterológia, de sorolhatnám akár a pszichiátriát, akár a más egyéb szakterületeket is, amelyeken ezeket a fejlődéseket szeretnénk biztosítani. Szeptemberben folytatódik a bérrendezés az egészségügyben, emelte ki a főigazgató, aki megköszönte azoknak az orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak a munkáját, akik itthon maradtak és itt a megyében dolgoznak, gyógyítják a betegeket. 6-7%-os a fluktuáció a megyei kórházakban, súlyos problémákat nem okoz az orvos hiány. Elhangzott az is, hogy a mindennapos és felelősségteljes munkán túl az orvostudomány folyamatos fejlődésével is lépést kell tartaniuk a doktorainknak. Az összes orvosi területen egyébként robbanásszerű a fejlődés, új technikai vívmányok, új eszközök, a tudomány önmagában is fejlődik, hát az én területem momentán a konkrét területem a szédüléses terület, amiben szintén óriási fejlődés van, ott is szenzációs új műszerek, illetve tulajdonképpen elméleti fejlődés is van, mert rájöttek egy-két dologra, amit már hál' Istennek én már itt tudok alkalmazni, legalábbis egy részét a betegeim körében, és én ennek nagyon örülök egyébként, hát ők meg annál inkább nyilván.
Semmelweis Ignác születésének évfordulója az egészségügy legnagyobb ünnepe. A kitüntetések idén is az orvosok és a dolgozók áldozatos munkáját ismerték el. A rendezvényen főorvosi és adjunktusi kinevezéseket is átadtak. Egy első, egy második és egy harmadik helyet szereztek a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kapusok a Szegeden megrendezett kapusháború elnevezésű versenyen. Az U14-es mezőnyben Talian László a Bozsik Akadémia hálóőre végzett az élen. A 35 év fölöttiek között a Kisvárda kapusedzője Szabó Attila a második, Tuska János a Bozsik Akadémia kapusedzője pedig a harmadik helyen zárt. Hatodik alkalommal rendezték meg Szegeden a kapusháborút, amilyen öt kategóriában összesen 155 hálóőr vett részt. A vetélkedés annak idején jóval kisebb létszámmal indult, de köszönhetően a látványos és izgalmas összecsapásoknak egyre népszerűbb a rendezvény a kapusok körében. Ez egy igazán intenzív és pörgős kapusjáték, ahol az sem állt, hogyha a kapuslábbal való játékban is otthon van, egymástól 22 méterre van két 7 méteres kapu, és az ötösről, képzeletbél ötösről, tehát 17 méterről kell egymásnak rugni. A cél az, hogy 5 gólt elérjen valamelyik kapuvédő, vagy pedig 5 percig tart a játék, hogyha ez alatt döntetlen, akkor nyilván jön a szétlövés és büntető, és hát csoportmérkőzések után egyenes kieséses szakasz, majd pedig hármas döntő, vagy páros döntő. A 14 évesek között a nyíregyházi Talján László bizonyult a legjobbnak, a 35 év fölöttiek között Szabó Attila második, Tuska János pedig a harmadik helyen végzett. Utóbbi szakember a közelmúltban két nemzetközi rendezvényen igyekezett bővíteni tudását. Mind a két kapus konferencia megmutatta, hogy jó úton haladunk. Mind a kettőben volt felnőtt és utánpótlás kapusképzésről is szó. A madridi konferenciára a Feszkó Tamás által sikerült kijutnom, a Zergi lengyelországi kapus konferenciára pedig I. és Dani szövetségi edző barátom jó voltából. Nagyon sok gyakorlati szakmai tapasztalatot sikerült magamba szívni, nagyon sok videóanyaggal gazdagodtam. Megláttam azt, hogy a világ elitje, Barcelona, Juventus, Real Madrid kapusedzői hogyan dolgoznak. Én azt gondolom, hogy feltételrendszerben vagyunk még lemaradva, viszont a szakmai dolgok azok közel hasonlóak. Mentalitásba kell egy kicsit változnunk, de én azt gondolom, hogy jó úton haladunk. Tuska János a jövő héten egy egri kapustáborban vesz részt, majd július közepén elkezdi a munkát a Bozsik Akadémia kapusaival. Az U10-es korosztálytól az U19-es korosztálya bezárólag valamennyi hálóőr fejlődésért a vezető kapusedző felel, emellett három korosztály régióválogatottjánál is dolgozik a szakember. Bajnoki elődöntőt játszik a Nyíregyháza Tigers. A Divízió 2-ben eddig veretlen Tigrisek a döntőbe jutásért a Szekszárd Bad Bones ellen lépnek pályára. A mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Tiszavasvári úti pályán. Eddig minden a terv szerint halad a Nyíregyháza Tigersnél. A harmadosztálynak megfelelő Divízió 2-ben a Tigrisek veretlenül nyerték az alapszakaszt úgy, hogy 5 mérkőzésen 167 pontot szereztek, és mindössze 33-at kaptak. A negyeddöntőben újabb fölényes győzelmet aratott az idei szezonban az építkezés szem előtt tartó együttes. A Debrecen Gladiators második csapatát úgy verte 28-0 a Tigers, hogy már az első két negyedben kialakult a végeredmény. A második félidőben nem tudtunk pontokat tenni a táblára. Ez részben a nagy melegnek köszönhető, részben annak, hogy valóban egy fiatal együttes játszott a részünkről, tehát egy megfelelőtetett gárda van, akinek a rutinja az ugye még a fáradtsággal nem egyenesen arányos, tehát egy kicsit a koncentráció az megbillent, de ezeken dolgozni fogunk legközelebb. Nagyon szerettünk volna egy olyan új generációt kinevelni, aki konstans teljesítményt tud nyújtani. Tehát nem azt szerettük volna idén kihozni a fiatalokból, hogy egy klasszisokkal teletűzdelt 3-4 importjátékossal álljunk fel, hanem a magyar bázisra építve egy konstans eredményt szerettünk volna látni a pályán. Minden meccsen a támadó csapatrész 278 yardot átlagolt, ami ebben a sportágban egy nagyon jó teljesítmény, hogyha ezt így fent tudjuk tartani, tehát ez egy olyan szám, amit ha tudunk tartani konstansan, akkor nem lehet gond, de hát a sportban nincs olyan, hogy ha. Tehát meglátjuk, hogy mi lesz vasárnap, mi bízunk magunkban is, és nagyon szoros mérkőzésen, de nyerni szeretnénk. A szekszárdi rossz csontok 3 győzelemmel és 2 vereséggel zárták az alapszakaszt a nyugati csoportban. Az elődöntőben a Jászberény Wolverines verte 46-14-re a tengeren túli játékos is soraiban tudó Bad Bones.
Szekszárdi nagyon jó csapat, az amerikai importjuk okán is nagyon kell rájuk figyelni. Nekik van egy olyan játékosuk, akik Amerikából a kinti egyetemi rendszerből érkezett. A védelmet erősíti, tehát nekünk a fiatal támadóknak nem lesz könnyű dolga ezen a meccsen, de összességét tekintve azért a védelmük is csak 30 pontot engedett 5 mérkőzés során, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy puha csapattal lenne dolgunk. Egy nagyon kiélezett meccsre számítunk, valójában nekünk ez is egy döntő lesz ahhoz, hogy a döntőbe jussunk. A Nyíregyháza Tigers Szekszárd Bad Bones mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Tiszavasárlőti pályán. A másik ágon a Szombathelyi Cruisers a Rebels Old Boys csapatát fogadja. A döntőt július 16-án rendezik a Divízió 2-ben. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer néhány mondatban. Szinte 100%-os a támogatási kifizetés, június végére a gazdák többsége már megkapta a 2016. évi egységes kérelmekben igényelt összegeket Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. A tavalyi évben 36 jogcímen lehetett pályázni, a Magyar Államkincstár eddig 411,4 milliárd forintot fizetett ki országszerte. 2017-ben összesen 5 millió hektár nagyságú területre nyújtottak be kérelmeket a gazdák. 120 milliárd forinttal többet fordít az állam oktatásra a következő évben, mondta el Sipos Imre miniszteri biztos a Mesterpedagógusok 3. Sonkádi Szabad Egyetemén. A többlet forrásban a felsőoktatási intézmények kiadásai, a pedagógusok béremelése és a köznevelés infrastruktúrális fejlesztése is szerepel. A rendezvényen 400 pedagógus és iskolavezető találkozott, ahol szakmai kérdéseket is megvitattak. Egyre több az ortopédiai protézis beültetések száma hazánkban is, hangzott el a Magyar Ortopédiai Társaság 60. jubileumi kongresszusán Nyíregyházán. Magyarországon a térd és csipő protézis műtétekre több mint 15 ezeren várnak, átlagosan 240 napot az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai szerint. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 30-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb, hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérhetik honlapunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap eleinte borongós, esős időre van kilátás, de délutánra kisüt a nap. Hideg front vonul át felettünk, melynek hatására mérséklődik a nagy meleg. Az éjjeli órákban borult lesz az ég, esőzápor, kisebb valószínűséggel zivatar is várható. A délnyugati déli szél élénk, időnként erős marad. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte erősen felhős lesz az ég, majd csökken a felhőzet és kisüt a nap. Főként a nap első felében várható eső, zápor vagy zivatar. A nyugati szél gyakran lesz élénk, időnként erős, majd estétől mérséklődik a szél. Délutánra 24 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás várható térségünkben. A hazánk felett átvonult hidegfront nyomában vasárnap és hétfőn még hideg levegő érkezik fölénk. Emiatt szeles, mérsékelten meleg időre számíthatunk csapadék nélkül. A hét közepén viszont ismét melegebb levegő érkezik fölénk. Sok napsütéssel, de forróságtól nem kell tartanunk.